Megint mi ez az idő? Egész nap esik. Menjünk el innen. A fröccsöt nem iszok esőbe. Ez undorít. Elrontja az arányokat. Nem. Utazzunk, utazzunk. Hova mennél? Nem tudom. Paris, Paris. Paris, a szerelem fővárosába. Az. Micsoda mázli, hogy eljöttünk Pestről. Elég cudar idő van ott. Ja, ez itt, az Eiffel torony lábánál. Szép helyre hoztál, szép. Fröccsözzünk. Fröccsözzünk. Sziasztok. Kicsit másfajta tesztet nyomunk a héten, mert nem bort tesztelünk, csak megnézzük, hogy milyen fröccsöket lehet inni. Mik az arányok? Leginkább erre fogunk most fókuszálni. Igen. Egy... Mit hoztál? Rozét. Rozét. Négy üveggel. Na, biztosra megyünk. És mit szeretnél inni először? Házmestert. Három bor, két szóda. Jó, valami könnyebb el kéne kezdeni. Akkor egy kis fröccsöt kapsz. Jó. Egy-egy arányban. Természetesen csak szemre nézzük meg az egészet. Így van. Egy-egy kis fröccs. Kis fröccs. Az a webben, hogy két deci viszonylag hamar le lehet húzni, nem melegszik fel, nem kell jeget belerakni. És nem olyan brutálisan erős, hogy kettőtől felreálljunk a napon. Úgyhogy ez pont jó így kezdésnek. Ja. Adjuk is meg. Hú, de meleg van. Jó, gyorsan átjöttünk. Ez biztos. És azért is jó a fröccs, mert ilyen melegben nem tiszta alkohol, viszünk egy kis vizet is be, jobb a hidratálás. Egy hosszú lépést kapsz, ezért nagyon fontos itt. Ez egy hosszú lépés. Egy bor, két szóda. Hála Jedlik Ányosnak. Igen. Hát valóban több vizet érzek benne. Még nagyon kevés bor. Hát itt a piramisok lábánál ez egy ideális fröccs. Igen, szerintem minden egyiptomi ezt vissza. Pláne, hogy nem ijatnak alkoholt. Nem? Szerencsétlenek. Ennél egyébként már csak egy lájtosabb keverék létezik szerintem, amit így az emberek isznak. Ez a sportfröccs. Egy bor, négy szóda. Igen, ez már nagyon sportos. Szerintem a maraton előtt is ilyennel melegítenek, hidratálják magukat a futók. Ne kezdjünk valami durvábban, nem? Hát akkor túl vagyunk a hosszú lépésen, kicsit rá kéne durvítani a dologra, több bort inni. Hát hol isznak rendesen? Az oroszok? A haraszok, menjünk el oda. Jó. Mit szeretnél? Egy házmestert? Három bor, két szóda. Meggyőzte. A krem házmestere azt mondja, jó volt. Egészség. Na, hát ebben van bor már, úgy azért érződik, jóval erősebb. Ezt érdemes szerintem azoknak inni, akik egy kicsit időszűkében vannak, és valamiért vagy sietnek. Vagy vizelettartási probléma, és kevesebbet isznak, már nem szeretnek vécére járni. Az jobban beüt. Meleg van megint. Meleg. És akkor sportfröccsöt? Egy sportfröccsöt. Jó. Hogy elnőjussuk a kengurukat. Ezt lehet tölteni a vizet, és a végén megijesztem egy kis borral. Hú, nincs színe, szerintem ez a sportfröccs. Igen, ez elég halovány, sápat kenguru vadász. Hopp, egy kicsit mellé is ment, de az felszívja a talaj, az kell neki. Vízzel szoktak kocintani? Persze. Egy picit épp, hogy megszínezi. De nem úgy kell tekinteni, mint egy fröccsre, ez csak egy ilyen szörp. Mit kérsz, kolléga? Don Jones, Miami Vice. Vita házmestert? Amiben van kettő bor és három szóda. Úgy. Kedvenc itala az öregnek. Ez egyébként egy olyan ideális arány szerintem. Igen, ez pont nyára jó. Tehát, hogy beszettünk, nem vágadjon az első öt. Igen, ez a legjobb kombó szerintem. Nincs honvágyad is. Te, menjünk haza. Én azt mondom, ígyunk valami kilépőt, ami ilyen stílusos. Adsz egy kortyot inni? De tudod, itt túl klóros a víz. Tényleg csak azért iszom, mert nagyon megszomjaztam. Klóros a víz? A vizet nem bírom. Annyira klóros. Akkor? Krúdi? Krúdi? Persze. Kilenc bor? Egy szóda. Színezzük.
zavarjuk ki a levegőt a tetejéről. Jó, de sokat. Látszik a színén az 1 deci szóda, viszonyatosan. Abszolút. Meggyőző. Csapolj. Az itthoni ízekre, nem? Egészségedre. Egészség. Fröccset iszunk, nem tisztán a bort, mégiscsak. Ja, végül is, tehát, hogy 9 deci bort simán elnyom 1 deci fröccs. Víz. Azt lehet mondani az asszonynak, hogy mi fröccsöztünk. Igen, tettünk bele vizet. Na látod. És most átgondolom, hogy megittunk 3 üveg bort, meg 1 liter? Nem. 2 liter szóda. Akkor mit ittunk? Úristen, gyakorlatilag kis fröccsöket. Tanúság. Hát, hogy nem kell egyértelműen azonnal fejest ugrani ebbe a fröccs témába, mert valami köztes vonalon kéne mozogni, egyenlő arányba a bor, meg a fröccs, ami a víz. Az úgy segít bárkin, tehát hogy attól nem megyünk egyből a falnak, érezzük, hogyha... Még egyet légy szíves. Tehát mértékkel? Miért? Ezt a szót kerestem. Mértékkel. Ezt ma is tanultam valamit, köszönöm. Jatok mértékkel. Igen, egészség. Na, megiszunk még egy mértéket? Vagy egy ilyen krúdit. Adj még egyet, úgy fölhevültem.